Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A mai napon Jupiter bolygó és a Hold együtt hat. A Hold az utalhat az édes anyára, az anyai érzelmekre, egy kisbabának a születésére, de általánosságban jelenti a mi álmainkat, vágyainkat, érzelmeinket. Jupiter bolygó együtt hat a Holddal, és Jupiter bolygó szerencsét hoz. De Jupiter bolygó az jelentheti azt is, hogy eltúloz valamit, hiszen Jupiter bolygó hatása alatt minden úgy megnövekszik. És a mai napon érzelmekről van szó, tehát hajlamosak vagyunk arra, vagy mások, hajlamosak arra, hogy eltúlozzák az érzelmeket. És most megtekintjük az egyes jegyeket. A videó alatt van egy tabella, ahol utána nézhetsz annak, hogy melyik jegyben születtél az indiai számítás szerint. Azon kívül megtalálod azt is, hogy melyik pillanatban indítok egy új jegyet. Akkor nem kell keresgetni. Akos jegyével indítanék. Itt mozog Uránusz bolygó. És Uránusz bolygó hatása alatt mindig változásokról van szó. Nem csak a mai napon, Uránusz bolygó még itt marad egy ideig. Azon kívül van hatás kívülről Mars bolygó, küld energiát a Kos jegyének, és ez külső befolyás. Valaki erőt ad számunkra, vagy lehet egy férfi, aki közeledik hozzánk, így mondom, hiszen én is a Kos jegyében születtem. Egy jó hír várható, ami a bírósági ügyeket illeti, vagy egy bizonyos helyzetet, ami eddig igazságtalanságnak tűnt, most javul a helyzet, előre mennek a dolgok, ezeket most lehet rendezni. Ami viszont a szerelmi életet illeti, a párkapcsolatot, hiányzik még a biztonság érzete. Az is lehet, hogy vannak félelmek és bizonytalanságok. A bika jegye. A bika jegyében mozog Ráhú. Ez a felfele mozgó kármikus csomó, ez tulajdonképpen egy sárkány, mégpedig a sárkánynak a feje. És utal egy irányra, egy életterületre, ahol mi nem ismerjük ki magunkat. Ez most kihat a bika jegyére, tehát a bika jegyében születetteknél van ez a kármikus téma, és utal változásokra. Egy jó hír várható, és szerencse a párkapcsolatot illetően, viszont ami a bírósági ügyeket illeti, vagy egy bizonyos helyzetet, ahol eddig igazságtalanságok voltak, itt vannak még kihívások, nézeteltérések. Az ikrek jegyében nincs mozgás, viszont Jupiter bolygó küld energiát kívülről az ikrek jegyébe. Ez szerencsét hozhat minden élet területen. Az ikrek jegyénél most lesz előre haladás, ami egy bírósági ügyet illet, vagy hivatalos dolgokat. Itt előre mennek a dolgok, és rendeződnek. Ami viszont a kommunikációt illeti, vannak még nézeteltérések. Vagy az is lehet, hogy vársz egy hírre, és még nem érkezett meg, kell a türelem. A párkapcsolat területén vannak még bizonytalanságok. A rák jegyében nincs mozgás, viszont van külső hatás. Mars és Vénusz küld energiát kívülről a rák jegyébe. Itt szerelemről, párkapcsolatról van szó, és a rák jegye jelenthet egy közös otthont, vagy egy kisbabának a születését is. Szaturnusz bolygó szintén energiát küld a rák jegyébe, itt lesznek sorsdöntő változások.
várható egy jó hír, ami a párkapcsolatot illeti. Itt kell az egyensúly, itt tükröződik valami, viszont egy bírósági ügynél, egy hivatalos dolognál vannak még nézeteltérések, minden olyan bizonytalannak tűnik. Az oroszlán jegyében nincs mozgás, viszont Jupiter bolygó és Mars bolygó energiát küld az oroszlán jegyébe. Mars bolygó jelenthet valakit, aki erőt ad, vagy egy férfi közeledését, és Jupiter bolygó szerencsét hoz. Hivatalos dolgoknál, vagy egy bírósági ügynél, vagy egy bizonyos helyzetben, ami eddig igazságtalanságnak látszott, itt tükröződik valami, oda kell figyelni ezekre a dolgokra, mert ezt lehet most rendezni. Ami a kommunikációt illeti, itt minden olyan bizonytalan. Nem tudod azt, hogy fejezd ki magad, nem tudod azt, hogy mások mit akarnak tőled. Ami a párkapcsolatot illeti, kell még egy kis türelem, amíg meg lesz a biztonság érzete. A szűz jegyében nincs mozgás, viszont a nap és Merkur bolygó energiát küld kívülről a szűz jegyébe. Itt tisztázódik valami, lesznek fontos beszélgetések, vagy kapcsolatok, az is lehet, hogy lesznek fontos szerződések. A szerelmi élet területén itt a szűz jegyénél szerencse van. A hivatalos dolgokról van szó, vagy egy bírósági ügyről, itt még kell a türelem, amíg rendeződnek a dolgok. A mérleg jegyében most nincs mozgás, viszont Szaturnusz bolygó és Jupiter bolygó kívülről energiát küld a mérleg jegyébe. Jupiter bolygó hatása alatt ott van a szerencse. Szaturnusz bolygó vagy korlátozásokra utal, vagy segít abban, hogy itt rendeződjenek a dolgok. Egy bírósági ügynél, vagy hivatalos dolgoknál itt lehet most rendezni valamit. Ami viszont a kommunikációt illeti, itt lehetnek még félreértések, és a párkapcsolat területén hiányzik még a biztonság érzete. A Szkorpión jegyében mozog Kétú, a lefele mozgó kármikus csomó, a sárkánynak a teste, és utal érzelmekre. Itt vannak kármikus emlékek a múltból. A Szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát itt van most egy transformáció. Egy jó hír várható, és a párkapcsolat területén szerencse van a Szkorpión jegyénél. Viszont a hivatalos dolgokról van szó, ott még vannak nehézségek, problémák, amit rendezni kell. Ez lehet egy bírósági ügy is. A nyilas jegyében most nincs mozgás, nincs külső behatás, befolyás, viszont ott van a közelben minden, tehát rendezni kell a környezetedben valamit. Ez megoldható, ami a családot illeti, a párkapcsolatot illeti, vagy hivatalos dolgokat. De nagy változások most nincsenek a nyilas jegyénél. Ha szerződésekről van szó, vagy kommunikációról, akkor légy kicsit óvatos, hiszen ez félreértésekhez vezethet, vagy egy szerződés hátrányokkal járhat. A Bak jegyében mozog Mars és Vénusz bolygó, a szerelem bolygója. Mars utal a férfias energiára, Vénusz bolygó a nőies energiára. Itt rendeződik valami, hiszen itt a Föld eleméről van szó, meg lesz a biztonság érzete. Itt mozog
Szaturnusz bolygó a sors bolygója, és Szaturnusz bolygó hatása alatt mindig sorsdöntő változások vannak, és ez érinti a bak jegyét. Plutó bolygó az a hatalom bolygója, tehát vedd kezedbe a dolgokat, uralkodj a gondolataid felett, uralkodj az érzelmeid felett, uralkodj az életed felett. A vízöntő jegyében van a Hold és Jupiter bolygó, mint mondtam, most együtt hatnak. És a Hold és Jupiter bolygó mellett itt mozog Neptun bolygó. Neptun bolygó az uralkodik az álmaink felett. Ha hiszünk ebben is megvan ez az elképzelés, akkor ez az álom megvalósulhat. Ha nem hiszünk benne, akkor Neptun bolygó csalódásokhoz vezethet. A halak jegyében van a nap és Merkur bolygó. A nap megvilágít valamit. Itt érzelmekről van szó, hiszen a halak jegye is a víz eleméhez tartozik, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Élni kell a pozitív érzelmeket. A hitet, a megbecsülést, a szeretetet, és akkor úgy előre mennek, folyamodnak a dolgok. Itt mozog Merkur bolygó a halak jegyében, és az utal kommunikációra. Kihat a szomszédos jegyekre is, tehát a kos jegyére, mert itt is közeledik egy jó hír, és a vízöntő jegyére is. Itt múltról van szó a vízöntő jegyénél, tehát volt valamilyen beszélgetés a múltban, lehet, hogy valaki gondol rád, visszatér hozzád, tehát egy bizonyos téma vagy személy közeledik újra hozzád. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!